Üdvözöljük a Hit Rádió hallgatóit a Visszapillantó Történelmi Magazinban. A mai vendégünk Magyari Ferenc publicista és középiskolai tanár. A témánk pedig a magyar identitás, amelyről már Magyari ferenc beszélgettünk a más műsorban is, és viszont egy másik vendégünk kapcsán pedig megint csak aktuálisá vált, ugyanis a Dr. Szerencsés Károly történész volt a vendégünk már itt ebben a stúdióban is, vagy ebben a műsorban is, és felvetődött ez a téma, és nagyon hát mélyen érintett sokakat a hallgatók közül is, és bennünket is, amiket amik elhangzottak. Tehát, hogy, hogy a magyar identitás, mint olyan, az, az elég nagy támadásokat kapott az elmúlt akár száz évben is. És ő például úgy fogalmazott, hogy a hogy gyakorlatilag a Habsburg időszaktól kezdve, tehát több mint 200 éve van egyfajta támadás az ellen, hogy a magyar ság az ne legyen erős az identitásában, és ezáltal könnyebben lehessen befolyásolni a Magyarországot. Hát erről beszélgetnénk, így első körben te mit gondolsz erről, hogy valóban volt, vagy te is látod ezt a fajta folyamatot, hogy össze lehet tehát akár egy egész láncolatból össze lehet fűzni, hogy a magyar identitás támadás alatt volt az elmúlt 200 évben, vagy pedig ezek mindig is felvetődő kérdések voltak. Ö, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, ö, és ö, köszönöm a meghívást. Ö, hát ö, <coughs> igen. Tehát röviden, egyszerűen. is sorok végére, igen. Igen, igen, igen. Tehát, ö, tehát ö, hogy mondjam, most perpülant ez egy nagyon nagy merítés volt elsőre, ö, de az mindenféleképpen, az egyik a forrás az mindenféleképpen a ö, Habsburg ö, uralom. Ö, ennek is különféle időszakai, meg különféle szakaszai voltak illetve aztán a következő lépcsőfok, amikor lehet azt mondani, hogy más hadműveleti szintérre kerültek a dolgok, az nagyjából a progressziónak a megjelenése Magyarországon ami ebbe beleértve a, a konkrétan a polgári radikálisnak nevezett vonalakat, illetve azok a szócdem, kommunista, meg azoknak az elő, előcsoportjait, akik ez volt a következő, és utána a harmadik az egyértelműen, amikor a, a, a kommunista diktatúra amivel ezek a, ez, tulajdonképpen ez a három fő nagy hulláma, vagy ez a három fő nagy vonulata. De ennek azért nyilvánvaló kisebb-nagyobb részei vannak. A Habsburgoknál alapvetően, most hogyha már ezzel kezdtük, az röviden ugye a fő kérdés az az volt, hogy amikor ők becsöppentek Magyarországra ugye 1526-ban, akkor utána tulajdonképpen Habsburg király választás, azt tulajdonképpen tíz nyugat-magyarországi megye intézte el körülbelül, tehát egy jelentéktelen kisebbség volt, de hát a Habsburgokat utólag már megismertük, tehát hogyha ők egyszer valahová betették a lábukat, akkor nem nagyon vonultak ki abból, és tulajdonképpen rövid apró lépésekkel elkezdték ugye a térnyerést Magyarországon. A fő konfliktus az az volt egyébként, azon kívül, hogy a nemzeti identitás, meg az, a nemzet tudat, tulajdonképpen a reformációtól nagyon erőteljesen épült föl a magyar nemzet tudat. Tehát szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos, mérföldkő, előtte már nyilvánvaló, tehát a nemzet addig is létezett, illetve nemzeti gondolkozás és nemzeti logika, bár tudom, hogy egyébként ugye manapság zömében úgy tanítják, hogy a középkorban ez a hungárus felfogás, de világosan látható ennek a nemzeti jegyei a különféle történeti mondákban, igazából nemzeti mitoszokban, sőt, a nemzeti jellege meg volt ugye, Magyar Királyságnak, meg ö, egyéb pontok, de igazából az, hogy ez egy magasabb szintű nemzet tudatra jutott, az nagyjából a reformációnak köszönhető. És itt aztán dupla ö, területen volt egy ütközés a Habsburgokkal, mert ugye a Habsburg katolicizmus azért ö, ö, a, a legkomolyabb ellenfele, vagy a legkomolyabb ellensége volt igazából a magyarországi reformációnak, és igazából ez volt az első rendkívül komoly konfliktus. Hogyha már beszélünk a Habsburgokról, hogy, hogy gyakorlatilag most ezt a fajta politikájukat, hogy a magyar identitást így kicsit letörni vagy meggyengíteni, ez, ezt mondjuk alkalmazták más nemzetek felé, és mert végül is, ha belegondolunk, például a csehe csehekkel szemben, vagy a lengyelekkel szembe, hát ugyan még nagyobbat szenvedett ez a két nemzet, olyan szempontból, hogy még a Csehország mondjuk megyévé lett gyakorlatilag alacsonyítva, a Lengyelországot meg gyakorlatilag megszüntették egy pár hát évtizedre. Én, az, én, azt látom, hogy ugye a, a pont a reformációnak a hatására Magyarországon azért sokkal markánsabb volt a nemzeti vonal, illetve ami rendkívül lényeges, hogy az erő és magyar rendiség, az fönnmaradt. Tehát azért itt markáns országgyűlések voltak, igazából a király nem tudta olyan egyszerűen átvinni a dolgait, még akkor sem, hogyha Habsburg király volt, és igazából a, a magyar függetlenségi harcoknál, ami tulajdonképpen a döntő pont volt, a magyar függetlenségi harcokban a reformáció, illetve a vallásszabadságnak a kérdése, illetve er Esetében a, 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 az, hogy a magyar prote, protestáns és magyar fejedelemség fönnállt, és igazából ennek is volt egy hatása a magyarországi függetlenségi mozgalmakban, illetve a Rákóczi szabadságharc, ami azért a legnagyobb ütést jelentette a habsburgoknak. Tehát alapvetően ez mindenféleképpen mindenféleképpen ez biztos, hogy megérlelt egy. Tudatos politikát a, a, a magyar identitással kapcsolatosan. A, az egyik, hát ezek abszolút ismert dolgok, amit mondok. Az egyik első ilyen volt a a, a függetlenségi harcok és háborúk után, ahol mondom, a protestantizmus és a protestantizmusnak a vallásszabadsága, illetve a szabad vallás gyakorlat kérdése minden esetben központi kérdés volt és ö, utána a következő hullám a 18. században, ott ö, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy több szinten ott már egyértelműen azt a, 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 a térnyerést, ami a Rákóczi szabadságharc után megtörtént, kihasználták nagyon tudatosan és az egyik ilyen a, 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 a Magyarországi visszahódított területekre, illetve a elnéptelenedett területekre megtörtént ugye a németeknek a betelepítése, ugye, amit, akiket az akkor betelepítetteket, ugye sváboknak szoktuk mondani, ha bár zömében nem svábok voltak, tehát különféle német kisebb ugye, fejedelemségekből, meg különféle területekről jöttek, de ott egyértelmű volt, hogy zömében Ömében katolikus sokat telepítettek, és ott tudatos volt az, hogy a magyar és magyarokat ezzel tudják letörni. egy egy protestáns telepítés volt, például tolnába hoztak be protestánsokat de az helyi telepítés volt, a központi Habsburg telepítések azok 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 katolikus telepítések voltak. Ami bizarr dolog egyébként, hogy aztán ezek a magyarországi svábok, akiket a 18. században betelepítettek, a későbbiek folyán úgy alakult, hogy a magyar nacionalizmusnak a legerősebb támogatói között jelentek meg utána. Tehát egy Tehát isteni, isteni humorérzék volt ez? Igazából a, a magyarságnak valamiért volt egy hogy, hogy miért arra szerintem rá is térhetünk, hogy igazából a, itt a magyar identitásnak egy nagyon döntő eleme az, hogy a magyarság az eleve befogadó. Miért befogadó? Azért befogadó, mert a úgymond a népeknek a gondolkozásmódja, az ugye arról szólt, hogy akik hozzájuk akartak csatlakozni, azokat befogadták. Ez például Mixát is zseniálisan leírja, a Fekete Városban, hogy, ö, hogy igazából a, a magyar nemesség az úgy épült föl, hogy az idők folyamán, és ugye a honfoglaló magyarok azok zömében a magyar nemesség. Ö, ben maradtak fönn. Most ez most nagyon elnagyoltam, mondom, mert ugye ennek különféle ilyen társadalmi folyamatai voltak közben, de de eleve legalábbis azt lehet mondani, hogy a magyar nemesi ideológia ez erre épült, hogy ők a honfoglalóknak a leszármazottai, és ebben azért sok igazság van, vagy volt, de ö, utána viszont ö, azzal a logikával, hogy aki valami különleges, ö, ö, tehetséget árult el, ugye a honnak a megvédésében, vagy valamilyen különleges produkcióval, ami építette a nemzetet, fölhívta magára a figyelmet, az bevették a magyar nemességnek a sáncai mögé, tehát a kiváltságoknak a sáncai mögé. Éppen ezért minden ellenkező híreszeléssel szemben a magyar nemesség az egy eléggé befogadó gondolkozású volt egyébként, és, és alapvetően a magyar tudat, ezt tulajdonképpen ebben épült tovább ez a befogadó magyar nemesség, és utána, amikor a kosuték a jó kiterjesztés logikáját használták, az tulajdonképpen a magyar nemesség logikáját terjesztették az egész nemzetre. Tehát éppen ezért ezt a, ezt a, ezeket a befogadó gesztusokat nyilvánvaló lehet ellen példát is fölhozni, mert, mert általában a, akik ezt kritizálják, a magyar nemzetnek a kritikát, az ellenpéldákat hozzák elő, de, de igazából döntően a befogadás volt az az alapvető, és ez általában a nemzetiségek egy részénél ez sikerrel is járt, de ez konkrétan a sváboknál, akik, akik beköltöztek, mert általában a sváboknál ez erőteljesebben működött. Miért? volt hatásosabb ez a sváboknál. Nagyon egyszerű, mert ugye akkor, amikor elindultak ezek a nemzetiségi mozgalmak, a pánszláv mozgalomnak a hatása, illetve a román behatások, illetve a román királyság felől szerveződő, nagyjából angol, meg francia támogatással szerveződő ilyen nemzetiségi mozgalmak, illetve ez az angol-francia támogatás, ez ugye később a 19. század az vége felé lesz azért aktuális tulajdonképpen, egyenes előkészítése egyébként az első világháborúnak, és Viszont, viszont a németeknél ez nem volt, meg a magyarországi németeknél, viszont később ugye a Volksbund idején az meg bejött egyébként, tehát ott is azért volt egy ilyen hatása, de ez egy későbbi dolog. Tehát alapvetően ezek a, ezek a, ezért van az, hogy a svábok nemzethűek lettek, és a románokkal, meg a szlovákokkal, most nem akarom ezt a vlak, meg a tót kifejezést használni, mert ezek a hagyományos nevek ebben semmilyen sértő nincsen. Később a román, meg a szlovák, ez igazából a saját, amikor fölépítették a saját nemzeti ideológiájukat, vagy a saját nemzeti mitoszókat, onnan származik ez a kifejezés. Na már most ezért van az, hogy, hogy akik betelepítettek svábok, azok eléggé nemzethűek lettek. Viszont a másik, hogy a nemzetiségek azok miért idegenedtek el, akik tulajdonképpen helyjel közel. tehát a szlovákok azok biztosan, hogy őshonosak voltak, most a románoknál nem akarok belemenni ilyen vitákba, hogy most itt voltak vagy nem voltak itt, mert egyszerűen most értelmetlen ebből a szempontból is elvinne, a fő témától, de alapvetően ö, ott egy másik lényeges szempont az az volt a Habsburgoknak a hatalmi játékai. Tehát itt jön a következő, a Habsburgoknak a kérdése, ugyanis minden esetben, amikor a magyar nemesség abszolút jogos rendi törekvésekkel előállt, vagy a nemzeti <laughs> jogosultságokat, illetve nemzeti gondolatot akarták érvényesíteni az állító nemzeti királyjal szemben, akkor rögtön beindult az, hogy ha megtörtént a nemzetiségekkel a kiegyezés, akkor tulajdonképpen a Habsburgok rögtön ráígértek. Ugye a 48-as szabadságharcban is ez volt a fő taktika, de ez már előtte már 18. században, amikor, amikor az erdélyi vezetést elvették a magyaroktól és átadták a szászoknak, ott is már eleve ez a logika működött, és igazából Erdélyben, amikor az Ávrám Jankóék meg elkövették azokat a népírtásokat, ami konkrétan a népírtások, ott azt azért a Habsburgok bátorítása és szemlehunyása mellett történt, olyannyira, hogy az Ávrám Jankó, az ugye ö, <köhönt> Az Ávrám Jankú az élete végig nem állt bíróság elé a konkrét megtett dolgokért. Miért? Azért, mert a Habsburgok megadták neki azt a mellevelet, hogyha már igazából segített, igazából szétzilálni ott a, a magyar a magyarságot ebben a szabadságharcban. Tehát ez a, ez a cinikus politika, ez végig volt, sőt olyannyira, hogy szerintem most vezzenek meg azok, akik akik alapvetően inkább a más okoknak, de a, a Trianónak ez volt a fő oka, a Habsburgoknak ezek a játékai, ami aztán utána az Antantnak a játéka lett ez, hogy, hogy igazából tehát körülbelül, körülbelül ennyi. tehát a Habsburgoknak ez a, ez a... Érdekes, hogy ilyen szempontból azt is látni, hogy az is köztött, hogy a, hogy a is igazából a Habsburgok hátulról támogatták, van, 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 azért pontosan, támadja a... most, mert most, ha most ez, támad, akkor... Ez egyértelműen egyértelmű, a legérzékletesebb példát mondtad. Így van, így van, valóban. Úgyhogy... Ez az Ozt meg is uralkodj elvét, akkor ők a magyarokkal szemben eléggé Jól nagyon erőteljesen és nagyon tudatosan, úgyhogy igazából szerintem egyébként egy ilyen zsigeri idegenkedés volt a Habsburgokban, ha lehet ilyet mondani, tehát hogy eleve most a jól felfogott logika nem fért bele az ő sok nemzetiségi birodalmukban, hogy ezen belül van ebben a birodalomban egy olyan része ennek a birodalomnak, amit nem tudnak tartományként kezelni. Ugye végig erről volt a vita a... a pragmatika szankció az legalább valamennyire racionálisan rendezte ezt a dolgot, de ez egy olyan komoly biztosítékot jelentett, hogy Magyarországot csak a magyar közjogi státusz alapján tudták irányítani, és ez egy nagyon lényeges dolog volt, mert ez volt a 48-as forradalomnak is, ez volt a kiinduló pontja, és ugye ott is alapvetően teljesen a magyar közjogi státuszból indulva történt. Nem is lett volna ebből a hogyha például a Habsburgok ugye pont jelasítsan, meg egyéb más ponton nem támadják meg a magyarokat, mert addig abszolút minden törvényes keretek között zajlott. Illetve egy pont volt az, hogy vitatható volt, hogy mennyire volt törvényes vagy nem, de hát azt ilyen alkotmányos vitákkal kellett volna eldönteni, nem pedig a fegyverekkel. Tehát itt ezt lehetett látni, hogy <kül> ö, hasonló a helyzet ugye a, a előzőleg ugye a madéfalvi ö, 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 vérengzésnél is, a Madó, madéfalvi veszedelemnél, mert ott is az egy nagyon lényeges döntő kérdés volt, hogy ott is a székelyek a saját meglévő jogaikra hivatkozva álltak ellen. És ott lehetett látni, hogy ezeket rendkívül feltűnő módon figyelmen kívül hagyják a, a Habsburgok. Tehát lehet, hogy lehet, hogy egy kicsit ilyen immediás hangulata van, de, de nagyon ide kívánkozik, hogy gyakorlatilag majdnem így, így fogalmaztál, hogy hát a magyarok azért voltak ellenszenvesek a Habsburgoknak, mert hogy hát, hogy mondjam, nem álltunk be a sorba, vagy nem voltunk egy könnyen így a egy szintre hozható, így a, egy ilyen homo homogenizálva egy birodalomba. Tehát hogy ez egy másik műsorunkba is, de akkor itt így fölteszem, ha, ha, most válaszolod meg, vagy így később, Jó. de hogy, de hogy gyakorlatilag nem -e, Gondolod azt, hogy, hogy a magyarságnak van egy ilyen, nem is tudom, génjeiben, vagy beépítve egy ilyen egy bizonyos szempontból ilyen különcködés a birodalmakkal szemben, mert, mert gyakorlatilag ez vetődött föl egy korábbi másik beszélgetésünkben is, hogy és mivel hit rádió van, ezért vegyíthetjük így a keresztény szemléletet is, hogy egy bizonyos nemzeteknek van egy bizonyos profilja, karaktere, és valahogy a magyarság, az, ez sehogy se volt benne ilyen birodalomépítésnek hát a folyamatában. Nagyon, nagyon jó, amit mondasz, és nagyon fontos dolog. Igazából, amit én most elmondok, tehát általában nem szeretik ezt a gondolatmenetet manapság, azért mert ezt a gondolatmenetet alapvetően a magyar romantikus nemzetfelfogás, a magyar romantikus nemzetfelfogás körébe utalják, de valamilyen módon ö, 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 az évszázadok folyam, vala, folyamán valahogy ö, kialakult egy olyan dolog, és most a, egy kicsit óvatosan kezelve a, így ezt a kijelentést, mondjuk keresztény szempontból, de valamilyen módon szerintem valahogy kialakult egy nemzeti elhivatás, vagy egy nemzeti elhívás ami nem, lehet, nem, szabad összekeverni azzal, hogy ugye Izrael kiválasztott népe, mert annak egy nagyon konkrét, világos, határozott célja volt a messiásnak az eljövetele, és éppen ezért az világos volt, hogy a törvénynek azért kellett jönnie, ami ugye Izrael népének, Izrael nemzeti léptének az alapja volt, hogy a messiás meg tudjon születni egy tiszta, ö, ö, vagy viszonylag tiszta közegben, ahol legalábbis nem a pogány ö, felfogás és báványmádás környezetében szülessen meg. Ez teljesen világos. De ezen belül szerintem, vagy ezen túl bizonyos nemzeteknek, én szerintem lehet látni a történelemben betöltött szerepéből, lehet olyan fajta következtetéseket levonni, ami azt lehet mondani, hogy nem olyan szintű elhívás, mint Izraelnek, de igenis van bizonyos nemzeti elhívás. És az, hogy bizonyos koronként ez a nemzeti gondolat, ez az alapú nemzeti gondolat újjászületik, ez szerintem nem véletlen. Tehát alapvetően Ugye a himnusz is erről szól, hogy Istenhez fordultunk be, ő adta nekünk a, a, a hazát, és igazából, ha a bűneink miatt, akkor hozzá kell visszatérni. És igazából ez az alapgondolat, és ez az, amit említettük, hogy a reformáció idején ez egy alapkérdés és alapgondolat volt. Most nem akarom sorolni a műveket, mert egy rakás ilyen mű van a reformációban, és ma már ez konkrét művek ismeretében nem biztos, hogy megjelent Lennék, de alapvetően a nemzet tudat... Az egy mélyben húzódó dolog, aminek van szerintem egy tudatalatti része, mint ahogy van tudatalatti része, a, és a, valamilyen módon ezeknek van történelmi tudatalatti. És a, valahogy a történelmi tudatalattiba ez van, hogy a, és ezt akár vissza is lehet vezetni talán még a, a, keresz, a kereszténység előtti létre is amikor nem a elhívás, de az, hogy megvédjük a szabadságunkat, és a szabadságjogok tartják össze. Tehát ennek ilyen ős logikája, ez megvan a úgymond a sztyeppei nomád népeknek a felfogásában, és ilyen módon ez a szabadságnak a megvédése, ami igazából, ha végigkövetjük az egész magyar nemzetet, ez bizarr módon még a utcai fiúkban is megjelenik, hogy megvédjük a szabadságunkat. Ez egy, ennek ez, olyan ereje van a magyar gondolkozás amire a, a további korszakok, az újabb és újabb, rátettek újabb és újabb lapátot, lapáttal, tehát hogy a, 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 a várvédő küzdelmek, meg stb. Tehát ez nagyon erőteljesen benne van. És ez a 48-as szabadságharcra, ez már egy nagyon jól kikristályosodott, de, de utána még inkább egy zseniális szövege van erről a, az Orbán Balázsnak, a Székelyföld leírása hoztam is, de nem fogom felolvasni, mert sokat elvenne az időből, de, de az van, az arról beszél, hogy igazából a római birodalmat a magyarok döntötték meg. Most erre, most ez az a vicc, hogy ez nem egy romantikus nemzetfelfogás, illetve az, de igazából az, hogy a magyar nemzet tudatnak a része a hun eredet, és Ma már azt hiszem azt lehet mondani, hogy ez a hun eredet valamilyen módon benne van a magyar, nem csak a nemzet tudatban, hanem a történelmi tényekben is, nem tisztán hun eredet, hanem valószínűleg ilyen a népszövetségek, tehát ugye a, a különféle szövetségek, törzszövetségek, stb. vérszerződés, meg egyebek, tehát valamilyen módon a, szövetségnek az egyik eleme lehettek ilyen hún, leszármazott népelemek. Tehát a magyar nemzet tudatban viszont egyértelműen beépült az, hogy, hogy ez a hun származás, felfogás, és hogy az, er, a, az igazi nagy ö, ö, ütközés az a, a, a hunok ő, ő vitték be az első nagy ő, ő, horgot ugye a, a római birodalomba, és ebben a felfogásban ez abból indul ki, hogy ez a szabadságnak a nemzete, amelyik az elnyomó birodalmi felfogással szemben mindig is szervezkedik, szembeáll, és mindig is tüske lesz a köröm alatt. Most nem akarom most idézni a legutóbb elhangzott, ezt az idézetet, de valóban történelmileg rendszeresen vissza, hogy tőske vagyunk a köröm alatt, ahogy hívják a nagy német, most a, a középkor végére gondolok, tehát a Habsburgok nem tudták lenyelni ezt a kérdést. De Meg előtte is, már István is a német-római birodalom kezdeteiben kialakuló birodalom. Hát a ott is a, hall, az István, már... ez, akkor az investitúra, harcokban, a László, investitúra kérdésekben. Tehát alapvetően a negyedik Bélának van egy zseniális levele, amit írt a, a pápának, hogy nem védtetek meg minket a, 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 a tatárokkal szemben, és hogy stb. Tehát alapvetően ez végigvonul a magyar történelmen, és, és úgyhogy ez mindenféleképpen rendkívül lényeges és fontos, és azt írja, hogy ezt a törökökkel szemben is. Tehát azt írja, hogy amikor megjöttek az oszmán birodalmi törökök, Valamennyire, még akkor is, hogyha van valamiféle távoli rokonság, mert ugye ezek oszmán törökök nem, nem egyeneság, de valami nagyon távoli van, de akkor is, amikor birodalomként jöttek meg, akkor a magyaroknál megvolt ez, és azt vezeti le, hogy, hogy ma is az a hivatása a magyarságnak, ezt olyan 1860 körül írja, ma az a hivatása a magyarságnak, hogy most is ellenáll ezeknek a birodalmi törekvéseknek. Tehát ott <laughs> konkrét tudatos, tudatos felfogása volt ennek. Tehát ez, ez, szerintem biztos, hogy benne van a magyar. És, és egyébként hozzátartozik, hogyha már itt beszélünk erről, itt a, a, a a, ezért nem tudnak a mai, mai ilyen birodalomépítők nem tudnak mit kezdeni a magyarsággal, mert igazából lehet, hogy meg lehetne venni minket kilóra, Különféle ígéretekkel, hogy mennyire jobb lenne a megélhetés, meg, meg milyen jó lenne, hogyha tudnánk fizetni a magas rezsiköltségeket, az lenne a teljes boldogság, és hogy átvernek minket az alacsony rezsiköltségekkel, meg ezért próbálnak minden módon behizelegni, ezért csak vala nem értik ezt. A, azt, hogy, 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 egyszerűen egységesen lép föl bizonyos helyzetekben a nemzet, és egyszerűen, 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 nem lehet sokszor ezekkel a dolgokkal bekamúzni a magyarokat, tehát van egy olyan fajta szolidaritás, és ez a nemzetnek a lényege egyébként, hogy van egy olyan fajta szolidaritás is, ami kívülről nem látható azoknak a erővonalai, azoknak a kapcsolódási vonalai nem láthatók, mert és próbálják folyamatosan megfejteni azt, hogy mi ennek az egésznek a titka, és hát elképzelhető, ugye, vagy, vagy azt lehet mondani, hogy igen, van egy ilyen fajta megközelítése az egésznek szerintem, hogy valami, valami van valami különleges vonala ennek az egésznek szerintem. Ilyen szempontból akkor minden nemzetnek talán Isten adhatott egyfajta feladatot, hogy te ilyen te neked ez a szereped, neked ez a szereped, neked ez a szereped? Én szerintem igen. Tehát ez, hogyha ezt egyszerűen, hogyha a történelmet megnézzük, meg egyébként, hogyha például a Dániel könyvének a, 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 a történelem szemléletét megnézzük, ott is megjelenik az, hogy valamilyen hivatással vannak egyes vagy más országoknak, birodalmaknak, és ahogy például most, most ugye itt azért lehet itt lazábban mozogni, mert itt a nemzet tudat az igazából, ez egy nemzeti kultúra, történelmi tényekkel is kapcsolódik, de alapvetően a gondolkozásmóddal és a kultúrával, meg egyéb dolgokkal. Tehát például zseniális, például a. a a Mózes filmnek, a, 10 Tíz Parancsolatnak az indítása, hogy a szabadságnak a népe, mondja Izraelre. És igen, lehet ilyeneket levonni, ilyen következtetéseket, és valahogy valamilyen ponton, ö, 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 tehát Magyarország, magyarságra is lehet ezt mondani. Tehát ezt a, a, sokszor azok nem érzik egyébként, akikben nincs meg a szolidaritás, mert amikor nincs meg ez a nemzeti szolidaritás, vagy ez a nemzeti testvériség, akkor ö, ezt ezt konkrétan rapságnak vonják föl, meg, meg, de nagyon sokszor a, nem, a szab, nem, az okoz egy bizonyos szabadságoknak a hiányát, hogy, hogy ez, hanem egyszerűen a lojalitás és a szolidaritás. Tehát egy nemzeti lojalitás az valamilyen módon korlátozza önkéntesen az én szabadságjogaimat olyan szempontból, hogy nem verem szét a saját közösségemet, azért, mert bizonyos pontokban lehet, hogy igaz a, van azoknak a kritikusoknak. És tulajdonképpen a nemzet, meg az egyház, ez ettől egyház és ettől nemzet, hogy nem verem szét a saját közösségemet, a, a saját ö, saját kapcsolódási pontjaimat, azért mert valami éppen fáj valaki rálépett a lábamra. Tehát a nemzet is így működik. Tehát éppen ezért szerintem ö, ö, igen. Tehát vannak ilyenek, hogy hogy a nemzeti elhívások. És szerintem az egy óriási kérdés, hogy ezzel a nemzeti elhívással jól élnek-e a nemzetek. Mert ugye az életben minden úgy működik, hogy van egy jó elhívás, de ez nagyon könnyen kifordulhat egy rossz irányba. Tehát például ugye most egy nagyon egyszerű dolog, azt nem feledkezzük, holokauszt idején, rossz irányba mozgott például ez a nemzeti összetartozás akkor. Tehát ezeket azért nyilvánvaló, hogy ezeket a, ezeket a vonalakat azért világosan meg kell húzni. Tehát kosut is azt mondta annak idején, hogy a világon mindennél többre tartom a nemzetemet, és a legfontosabb számomra a magyar nemzethez való tartozás, de hogyha a nemzetem gyalázatos módon tenne, vagy gyalázatosságot tenne, akkor én én az első, aki ilyen módon föllépnék ezzel szemben. Tehát ez is a hazafiságnak a része alapvetően. Tehát. Hát, mint ahogy egy család miniben is így működik, hogy nyilván az ember már akarja védeni, de azért, ha valami, tehát most tegyük föl egy családban valaki gyilkosságot követel, akkor azért mégsem mondhatja a család többi tagja jó, hát akkor végül is az a jó, amit ő csinál, mert ő a családtag, hanem akkor viszont é, mégis csak le, meg, ha... megítélik azt, hogy mit csinál. Például a reformkorban egy nagyon erős ilyen nemzetkritikai vonal volt egyébként, ugye a Kossuthnak a Pesti hírlapja is, és egyébként a, a megszületendő műveg, megszületett művekben is volt egy nagyon erőteljes kritikai vonal, de ezt lehet érezni, hogy honnan jön ez a kritika. Hogyha a kritika abból jön, az abszolút nemzeti elkötelezettségből jön a kritika, akkor azt azt hiszem, az, az, az nem fáj annak se, aki kapja. Tehát, ugye, József Attila, érted, haragszom nem ellened. Tehát van ilyesmi, tényleg valóban. Ö, egyébként a nemzet tudat, az valamennyire ezt a, a, illetve a nemzet tudatnak a mozgása, meg a nemzetnek a lelkisége vagy a szellemisége, az valamennyire ezt a Bibó írta egyébként, valamennyire összefügg az emberi lélektannal. Tehát a, egy nemzeti lélektan is van, oly, a, ami hasonlóan működik, mint egy emberi lélektan. Tehát ilyen módon, amit mondtál, hogy a család példa, az azt hiszem teljesen alkalmazható a nemzetet illetően is. Öm, és ilyen módon van például nemzeti tudat alatt is, tehát olyan nem tudatos történések, tehát most amit nem felszabadítani kell, hanem kontrollálni kell nagyon sokszor, de annak van pozitív, meg negatív oldala is, mert nagyon sokszor a tudat alatt ez a szellemmel van összefüggésben, és, és tehát ilyen módon van ilyen. És, és arról mit gondolsz, hogy beszéltünk arról, hogy a leges-legnagyobb csapást, vagy leges-leginkább az identitással szemben a, hát a kommunizmus és a szocialisták tették. Hogy, tehát az az igazság, hogy szokták mondani, hogy még ma is ennek az örökségében élünk, hogy emiatt rengeteg hát mai esetleg újságíró, gondolkodó politikus még hát ebben a szemletben tevékenykedik, amit akkor bele, <coughs> ö, ö, amit akkor átvett. Tehát, hogy gyakorlatilag ö, szerinted ö, mi volt a tehát mi mutatható ki tényleg pontosan abból, hogy a kommunizmus mennyiben akarta a magyarságot, magyar identitást ja, tönkretenni, és én... hogy mennyiben és volt ez sikeres? Hát a következő, az, hogy mennyiben volt ez sikeres, ebből indulok ki először, az elég sikeres volt, mert ugye a fő probléma az, a mai fő probléma az az, hogy hogy nagyon sokszor a hiteles tudattal nem biztos, hogy találkozunk. Ennek a fő oka az az, hogy a nemzeti kultúrából, irodalomból, ö, irodalmi kánomból, stb. kigyomláttak egy rakás olyan dolgot, ami a nemzet tudat szempontjából épp lenne, és, és a, nagyjából azt végezték el a kommunisták, és a mai napig is zajlik ez nyilvánvalóan, hogy egy nemzeti életlenné tett nemzetfelfogás. Tehát arról szól, hogy hogy az a nemzetfelfogás az problémásnak tekintik, amiben a magyarságnak a tartalma megjelenik, de ami egy ilyen egy ilyen szódavizes nemzetfelfogás az azért tolerálható, és igazából az a bizar, hogy mindig azok akarják megszabni, hogy milyen legyen a nemzettudat, akik egyébként megtagadják a nemzetnek a létezését, vagy a nemzet léti jogosultságát, és ők akarják megmondani, hogy milyen legyen a helyes nemzet, de közben a másik mondatában, vagy a másik beszédében meg arról beszél, hogy most a nemzetek megszűnésének az időszaka van, No már most, hogyha itt az az irány, hogy a nemzetet szüntessük meg, akkor én azt hiszem, nincs joga senkinek bármilyen kritikára, aki viszont a nemzetépítés, most meg lehet figyelni most a közéletben választások előtt, olyanok kezdenek el kiárni focimecsre és olyanok kezdenek a nemzetről beszélni, akik egyébként az elmúlt három évben egy szót nem beszéltek, vagy az elmúlt 30 évben egy szót nem beszéltek erről, de most hogy, hogy, hogy hogy áll a szájában ez, mint a, tehát szokták mondani, hogy kilóg a kapa a szájából, tehát ez körülbelül ilyesmi, csak nem a kapa ki a szájából, hanem a, a nem tudom micsoda, tehát a, a, a valami... A trikolor, a magyar trikolor. Valahogy olyan rosszul áll, rosszul áll az egész a szájában, amit mond, és igazából ez, ez, sajnos ez az oldal is egyre újra termelődik. Most a fő probléma az több mellett most minden részletet nyilvánvaló, hogy nem tudunk érinteni. A, az, első fő, a, az első fő csapás azért alapvetően nem is a kommunizmus részéről volt, vagy a szocdemek részéről, mert szocdemeknél ott nem volt annyira egyértelmű, mert voltak egészen nemzeti elkötelezettségű szocdemkörök, tehát <kül> igazából az első fő ütés alapvetően úgymond a, a progresszívektől jött. Tehát a progresszív kifejezést a szeretjük, használni, de a progresszivitás az azt jelenti, hogy a haladást ez központi ö, ö, erőteljes beavatkozással hozzák létre a haladást. Ez a progresszivitás. Tehát nem a szerves fejlődésben gondolkoznak, hanem most a progresszivitás az, hogy jelent meg Magyarországon, ennek nyilvánvaló különféle pontjai és vonalai vannak, a 1906 körül, vagy 8 körül volt most, az lesz rám az első követ, aki pontosan tudja, hogy mikor, amikor a Magyar Társadalom Tudományi Társaságban, ami történt egy kis pucs, ahol igazából a Magyar Társadalom Tudományi Társaság az kétféle szabadkőműves irányzat volt. Az egyik az angol típusú volt, ők voltak a nemzeti elkötelezettségűek, és megjelent a francia típusú a Jászi Oszkárékkal. És igazából meg, megtörtént az, hogy megválasztatták magukat, kezükbe került a Magyar Társadalom Tudományi Társaság, és tulajdonképpen elkezdték nyomni ezerrel a progresszivitást, ami nagyon jól hangzó szavak voltak, mint az általános és titkos választójog, meg egyéb dolgok, csak mindenki tudta konkrétan, az, hogy ez akkor az általános és titkos választójog, ez Magyarország széteséséhez vezet, konkrétan a nemzetiségi túlsúly miatt. És alapvetően ehhez a, 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 ez a Martinovics Páholy volt a szabadkőműves irányzatokban, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ennek a Martinovics Páholynak volt egy ifjúsági tagozata, ez a Galilei Kör, ami az egyetemeken működött, és igazából ezek nem csak ilyen ártatlan kis előadásokat szerveztek, hanem gyakorlatilag ö, olyan szinten megjelent ö, irányzatokként, hogy gyakorlatilag az összes későbbi ö, radikális, anarhoszindikalista egyéb csoportok, ö, azok mindenki a galilei körből indult. Az összes jelentős, szózzem, kommunista személyiség, Korvin a a, 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 a hívják, Rákosi Mátyás is megjelent meg, stb. Egy rakás onnan indult, tehát ez volt a keltető konkrétan, és a fő kérdés azt hiszem az az, hogy én alapvetően nem szívesen hozom össze a nemzettudatot valamilyen módon az Isten hittem, mert nem akar az ember egy ilyen, egy ilyen misztikus nemzetben gondolkozni, de olyan módon viszont nem, nem, nem vél, nem mindegy, hogy például Kölcsei azt írja le, és nagyon igaza van, hogy alapvetően a nemzet és a hazafiság és a nemzethűség az alapvetően a szülői tiszteletből vezeti le. És azt mondja, hogy a szülői tisztelet az, amelyik, a szülői tisztelet az, amelyik, amelyik elvezet a hazának a tiszteletéhez. Na már most, hogyha ezek az erkölcsi értékek hiányoznak azért, mert materialista, ateista és különféle radikális baloldali eszmék azok a motiváltak, innentől totál érthetetlen, a, a, a nemzetnek a kérdése, mert hogyha szí, hiányzik a tisztelet, hiányzik a lojalitás, amik erkölcsi értékek, akkor onnantól a nemzetnek már semmilyen értéke nem lesz, hanem a nemzet onnantól csak egy számít, hogy mennyi szociálszámot fizetnek nekem. Onnantól már csak ez az egy szempont lesz. És alapvetően ezzel is nyomultak be, hogy fontos, hogy a nemzetben a különféle szükségek nyilvánvaló be tudjanak teljesedni, de hát az is nyilvánvaló, hogy a, 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 ott a realitásokból és a valóságból kell kiindulni. Amikor egy olyan eszményt, ami nincsen és soha nem is lesz, azért, mert a tökéletes, anyagi ö, ö, helyzetet csak az ezer éves királyságban fogunk elérni, és azokat a követelményeket, amik az ezer éves királyságban lennének, azokat kezdik el politikai szinten, mint igényekként hangoztatni, akkor az alapján semmi nem lesz jó, és minden megdönthető. És onnantól, hogyha, és onnantól annak idején írta egy <coughs> még kommunista hogy, hogy a szocializmus azért nem olyan tökéletes, mint a kommunizmus, mert alapvetően az emberi irigységre épül. És alapvetően tényleg erről szól az egész, hogy az emberi irigység, a gyűlölet, a megvalósulatlan, frusztrált vágyak, és ez az egész világ erről szól alapvetően. Na már most a progresszió idézőjelben ezt hozta be, és ez a Egyébként ugye a, a Scruton nevű ö, szerző is írja ezt a marxizmusról, hogy mindig egy soha egy, egy vágykép, egy, 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 utópikus elképzelés alapján kritizálja, vagy egy utópikus elképzelés alapján állandó küzdelemben van a jelendel. Magyis ez egy állandó demagógia. És igazából ez az, ami gyakorlatilag szétverte igazából akkor a, ezt a klasszikus nemzet felfogást, amiben megvoltak a kapacitások a szerves fejlődésre, és utána Horti korszakban nem akarok belemenni, mert vitatható korszak minden szempontból, nem kérdés. De az, hogy a normális nemzeti pályáról kiütötte a, a ezt, a, ezt a röbb, megfelelő röppályáról, kiütötte valami ezt a nemzetet és a hortikorszaknak korszaknak a torzulásai, ott egy küzdelem volt a normális nemzeti létnek a föntartásában. És az, hogy ki lett ütve, ez ugye a legnagyobb kiütés azért a trianon volt, aminek, ami részben belülről ennek a logikának köszönhető volt. Alapvetően és azért nem szabad elfelejteni, hogy a Clemenceau is egy progresszív politikus volt, tehát ezek a progresszív politikusok nagyon szívesen avatkoztak bele és nyúltak bele a természetes létnek a folyamataiba, és alapvetően azt lehet látni, és azt lehet tudni, hogy igazából ez ütötte el a, a, a normál pályájáról a magyar nemzetet. A másik, ami, ami nagyon lényeges, hogy szintén a, a, a szülői tisztelet, amit mondtam, itt az Orbán baláns pedig leírja azt, hogy ő nem tud elképzelni elvetőműltebb embert, mint akiben nincs me, annál, a, a, akiben nincs meg a, szül, a szülőföldnek a tisztelete. Most ez első hallása nagyon meredeknek tűnik, hogy azért nem kéne ennyire keménykedni azokkal, akik nem annyira elkötelezettek, de levezeti elég jól, mert abban nincs meg a hála. Tehát ezt, én ezt azt látom alapvetően, hogy akik az egyéni jogokra hivatkoznak folyamatosan, és azzal vetik kritika alá a nemzetet, ami tulajdonképpen ezeket a kereteket tudná biztosítani, azok nem építő gondolkozásmódúak, hanem ugyanolyan követelőzőek, mint egy három-öt éves kisgyerek, aki éppen a DAC korszakban van, és stb. Tehát körülbelül erről van szó szerintem, és éppen ezért, igenis, igenis az, hogy a, a, a progresszivitásban alapvetően materiális értékek kerültek elsősorban középpontba, és alapvetően az erkölcsi értékek, nem beszélve arról, hogy az erkölcsinél magasabb szintű értékek is, meg kikerültek és távol maradtak. Míg mondjuk például Petőfine, aki szintén követeli a jogokat, vagy, vagy a reformkor idején követelik a jogokat, ami a világ legtermészetesebb dolga, de mindez egy nagyon erőteljesen egy, egy nemzeti ö, elkötelezettségből, és abból, hogy föl kell építenünk ezt a nemzetet, és azokat a ö, ugyanakkor a nemzeti értékekre, az erkölcsiségre, a, a pozitív, Magyar ö, erkölcsi tulajdonságokra hivatkozva, kritizálva a negatívumokat. Tehát alapvetően az egyiknél az elkötelezettség hangja, a másiknál meg a követelőzés hangja van. Tehát, hogy és alapvetően most ennek a teljes kiteljesedése volt utána a kommunizmus, de utána mindig az van, ugye a demagógiának az alapkövetelménye az az, hogy, hogy ez alapján, miután a szükségek alapján valaki pozícionálja magát, és a szükségek alapján elkezdi a kritizálás, utána egy sokkal keményebb zarnokság jön, mert ugye szegények közül támadt elnyomó az a leg, leg, leg legkeményebb elnyomó, ugye a példabeszédek könyve alap. Tehát és pont ez a szükségeknek ez az ilyenfajta abszolutizálása, mert a szükségekre oda kell figyelni és be kell tölteni, de amikor ezt abszolutizálják, abból a legsúlyosabb elnyomás jön. Most is hasonló a helyzet, szerintem, ha ennyi ilyen jelenlegi politikai helyzetre valami kikacsintást be lehet tenni. Most is hasonló a helyzet, megint a szükségek oldaláról akarnak támadni, aztán utána ott van az ember, mint, a, mint a, ahogy hívják, a, a lakásmafiával. Tehát, hogy jó áron megvennék, aztán nem marad lakása. Most is az van, bekínálják a jó árakat. Erre a legjobb story egyébként, amikor Kun Béla, Elkezdett kampányolni, még mielőtt 19-ben hatalomra jutottak volna, elkezdett kampányolni azzal, elmentek nem tudom katonákhoz, meg, meg nem tudom kikhez, munkásokhoz, hogy ha ők lennének hatalom, mennyi és ennyi lenne a bér és akkor, be, és akkor ezzel a demagógiával egy széles körben tudtak népszerűségre szert tenni. Majd miután hatalomra jutottak, <kül> valaki bejelentkezett a Kumbélánál, valahogy időpontot kért, gondolom, vagy nem tudom, de ezért, és elmondta emlékeztető őt az ígéretére, és jött a pénzért, hogy azt ígérték, hogy ennyi lesz a bér, meg ennyi lesz a fizetés, meg egyebek. A Kumbéla elővette a pisztolyát, és azt mondta, hogy azonnal takarodjon innen, hogyha nem akarja, hogy lelője. Most hasonló a helyzet, és igazából én azt gondolom, hogy, hogy én igazából azt gondolom az, hogy ez a most ebből a szempontból ez az ilyen ördögi kör az, ami emészti föl a világot egyre jobban mindenhol egyébként. Mindenhol egyébként, és alapvetően ez a globalizáció motorja, mert, mert az, amit, az, amit kínálnak, ez a, az abszolút a anyagi Kánoán, meg az Isten országának az eljövetele anyagilag, stb., amit kap az ember, aztán utána a végén már lakása sincsen, csak bérlakása, tehát stb. Igen. És azért ne felejtsük el, Ö, szabadság és tulajdon, ahogy Kölcsei Igen. mondta. Tehát, hogy a... közben amúgy ö, már gyakorlatilag kimondottam, most pont elfejtettem a politikus nevét, aki, aki vállalta, mondta, hogy a igazi ö, siker útjában, tehát a globalizáció és az egység és az nagyobb ilyen birodalomépítés, vagy nem így fogalmazott, útjában hát a nemzetek állnak, meg azok, akik a nemzet... Az egyértelmű, tört, ezt kimondják egyébként, most már ez egy nyílt küzdelem van, és... <kül> szerintem Öm, ezzel tisztában vagyunk, ezt tudjuk. De igazából azt viszont nem árt tudatosítani, hogy mi, mi, mi a nemzetnek az az érték. Tehát miért jobb a nemzet? Tehát egyszerűen nagyon egyszerű az, hogyha itt hoznak egy egy törvényt az országülésben, vagy valami rendelkezést, és stb. elkezdenek anyázni magyarul, a tisztelt magyarok, és azért most azért legalább a magyar képviselők ezt meghallják alapvetően, tehát valamilyen módon ez a kontroll működik, de hogyha van egy nagy homályos birodalmi központ, ugyanez volt Anglia, Írország, meg lehet sorolni ilyen példákat, amikor, amikor ilyen központ, Moszkva, Budapest, meg stb. Tudom, hogy vannak kiakadva, hogy nem lehet a moszkai helyzet, akkori helyzet, de lehet hasonlítani, több szempontból hasonló, csak sokkal szofisztikáltabb módszerek. Ugyanazt már nem merik megcsinálni, ugyanúgy de. Hát... Ugyanazt ugyanúgy nem, de alapvetően a logika hasonló. Tehát egy, egy központból az a lényeg, hogy azért nyugalom legyen mindenhol, egyenek, igyanak. Hát meg akik a központban dolgoznak, sose érzik, hogy az adott helyen milyen ellen van irántuk, mert ők el vannak a maguk birodalmában. Hát alapvetően ez a legjó leg indulatúbb, amit mondasz most, hogy nem érzik. Mert erre távol, azt is távol lehet mondani. magukat az Igen, te. mert azt is lehet mondani, hogy nem is akarják érezni. De jobb, hogyha azt mondjuk, hogy nem érzik, mert akkor nem vádolnak meg azzal, hogy összeüskül elméleteket osztunk meg, de valóban nem érzik. Tehát Ugye. konkrétan tényleg nem érzik, és ennek egy rakás ilyen példát lehet erre mondani a mostani helyzetben is, tehát tehát hogy ez alapvetően nem kérdés, és ezért érdemes tudatosítani azt, hogy milyen értékei vannak egy nemzetnek. Például az, hogy jól vagy rosszul, nyilvánvaló, hogyha például oligarchák vannak az országban, akkor nem nagyon örül mindenki. De azért alapvetően mégis azért az van, hogy Azért egy minimális szolidaritás, vagy egy bizonyos szintű szolidaritás az működik. És abban a világban, ami egyébként ugye hirdeti a, a nemzeteknek a megszűnését, én nem vagyok benne biztos, hogy például ezekben a nemzetközi központokban nem valami egyik vagy másik nemzet elleni zsigeri zsigeri ellenállás működik. Mert ezt viszont lehet látni, hogy egyszerűen nagyon sokszor zsigerileg, hogyha már, de ez szerintem nem csak felénk működik, hanem mások felé is, csak kérdés az, hogy ki mennyire eszi ezt meg. A másik az az, hogy a nemzet az valójában, most hogyha mindent elmondtunk a nemzet, az valójában egy természetes létállapot. Tehát, hogyha egyszerűen ö, van az a képletes kifejez, szólás is, hogy értjük egymás nyelvét, most ennek egy konkrét ö, alapja van az, hogy tényleg értjük egymás nyelvét, mert ugyanazon a nyelven beszélünk, anya, ez az anyanyelvünk. Tehát van egy rakás dolog, ami azért, ö, mi, azért a nemzetekben sokkal jobban működik egy szolidaritás, egy egymásnak a kisegítése. Annak idején mondta egy színésznő, hogy ő nem akar elmenni itthonról, mert hogyha itt elveszíti mindenét, akkor ott vannak a barátai, akihez mehet, aki azt mondják, hogy gyere, lakjál itt, amíg megoldódik a dolog, meg stb. Tehát ezek nagyon természetes <laughs> dolgok, és alapvetően ez a, a természetes létállapot az, ami összekapcsolja az itt élőket, és, és igazából alapvetően a nemzet az alulról szerveződik, ezek a központok, ezek meg fölülről szerveződnek. Tehát tulajdonképpen ez a különbség a nemzet meg a progresszív birodalmak között. Mert most progresszív birodalmakról van szó, mindenhol a progresszivitást hangsúlyozzák meg egyebek, csak hát ugye a progresszivitás az azt jelenti, hogy <kül> fölülről kívül akarnak behozni olyan dolgokat, ami nem biztos, hogy egy természetes fejlődés során arra az eredményre jutnánk. Itt igazából sajnálatos módon viszont a műsoridónk lejárt, de én úgy gondolom, hogy a, ebben a témában, amire gyakorlatilag a könyveket lehetne írni, meg egész műsort fél éven át vagy éveken át vezetni, szerintem egy nagyon jó beszélgetést tudtunk lefolytatni, és hát nagyon köszönjük. Magyari Ferencnek, hogy eljött ide a stúdiómba, Nagyon örülünk, hogy itt a vírus megengedte, hogy végre, hogy személyesen is lehetett beszélgetés lefolytatni. Köszönjük szépen, hogy eljöttél a stúdiónkba. Úgyhogy köszönjük szépen, az úr megengedte, hogy a vírus ellenére össze tudjunk gyűlni, és beszélni tudjunk, és én is köszönöm szépen a meghívást. Remélem, hogy tudtunk ért értelmes felvetéseket adni ezen a területen. Köszönöm szépen.